nagyon sok mindenre fölhívták a figyelmet, ami még felkészítés mellett is bevágott bennünket, és valójában nem tudom, hogy mihez kezdtünk volna, ha nem kapunk ehhez előzetes segítséget. Én azt hittem, hogyha fölneveltem már egy gyereket, aki eljutott a késő kamaszkorba, hiszen a fiam már nagy kamasz volt, amikor a Lili családba érkezett, mert nagy meglepetés nem érhet engem, hát azért ért. Tehát, hogy úgy érzem, hogy ez egy nagyon jól funkcionáló családot is rendkívül nehéz helyzetek elé állít, és legyen szó egyedül álló szülőről, vagy örökbefogadó párról, mindenképpen nagyon nagy háttértudás és támasz kell ahhoz, hogy ezeket a helyzeteket kezelni tudjuk. Amikor a tanfolyamnak vége lett, akkor azt mondtuk, vagy talán az lehet, hogy fél időben mondtuk, hogy ezt minden szülőnek ki kéne járnia, nem csak az örökbefogadó szülőnek. Tehát nekünk egy aha élmény volt maga a tanfolyam, mert hiszen szinte egy ilyen fehér lapként megy az ember oda örökbefogadó, vagy leendő szülőként, és lehet, hogy szülőségről nagyon sokat gondol, mert hiszen nekem is vannak szüleim, de az, hogy mi az örökbefogadás, arról igazából nem sokat tudtuk mi előzetesen. Az érzelmi intelligenciát oktatni eleve szerintem elég problematikus, tehát hogy az ilyen nonverbális módon, minták alapján örökíthető át igazából. Tehát csodákat én ettől a 40 órás dologtól se várok, de azt viszont igen, hogy kiszűrjön, vagy fölhívja a figyelmet olyan aknákra, vagy veszélyekre, amelyekkel esetleg az örökbe fogadni kívánó szülő nincs tisztában addig. És az, hogy opcionális, az megengedhetetlen. Azt viszont szeretném, hogyha azokkal, akiknek ez anyagi probléma, ott esetleg valamiféle ott legyen ingyenes, vagy legyen kedvezményes, vagy könnyebben hozzáférhető. De az, hogy mindenképp egy ilyen fontos döntés előtt a szakma kiválóságai által vezetett 40 órás tanfolyam, az szerintem egy karékenyér. Tehát ez hihetetlen fontos, hogy erről őszintén lehessen beszélgetni. Nem csak az örökbefogadóknak kellene egy ilyen tanfolyam, hanem minden szülőnek, aki szülő akar lenni, minimum egy ilyen tanfolyamot el kéne végeznie, és tudnia kell ezeket a dolgokat, hogy mi az, hogy gyerek. Mert tehát, szóval mit jelent majd az, hogy család, és abban van egy gyerek, és szóval ezt az egészet, ugye ezt nem tanítja senki. Az ember mintákat hoz otthonról, valamilyen mintákat, amiket a szüleitől átvesz, ami egyáltalán nem biztos, hogy minden esetben jó minta. És eleve az, hogy a társadalom hogy gondolkodik erről, az is bennünk van, és azok is bizonyos értelemben minták, amikhez az ember akarva akaratlanul is próbál igazodni, hogy ennek az a társadalomnak a része legyen ő is. És csomó tévedés van, és csomó tudatlanság, és ebből kifolyólag meg nagyon sok gyerek, aki csak pusztán azért, mert nem volt elég információ a szüleinek, azért nem úgy nő föl, ahogy fölnőhetett volna. Szóval, hogy ez egy annyira alap dolog volt, és annyira tényleg nagyon-nagyon sok mindent meg lehetett ott tanulni, hogy azt hiszem, hogy enélkül mi nem tudtuk volna ezt így csinálni, ahogy, és nem sikerült volna egy csomó minden úgy, ahogy a fiunkkal most van, és sikerül, és amilyen családdá tudtunk mi válni. Amennyiben ez a tanfolyam nem kötelező, nem fogja elvégezni senki. Tehát a kockázat valami gigászira megnő a felkészületlen szülők
az olyan örökbefogadó szülők szempontjából, akik azt sem tudják, hogy mit vállaltak. Tehát, azok, akik most ezzel a gesztussal úgy vélik, hogy megkönnyítik az örökbefogadás folyamatát, azoknak meg kellene ismerni ezt a folyamatot, és talán tájékozódni kellene arról, hogy miért nehéz. Mert nem a tanfolyam miatt nehéz, nem a tanfolyam miatt kell éveket várni, nem a tanfolyam miatt van úgy, ahogy. Tehát ezt a rendszert valóban meg lehetne reformálni, nagyon sok jó dolgot lehetne a gyermekek védelmében csinálni, de ezt a tanfolyamot megszüntetni mindenféleképpen a gyermekek kárára lehet csak. És ha számukra nem fontosak az örökbefogadó szülők, vagy nem fontos a szülők lelki élete, akkor legalább a gyermek élete legyen fontos.